Jó estét kívánok, ez a Világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. Felfüggesztik az augusztusra tervezett közös amerikai dél-koreai hadgyakorlatot, jelentette be a szöuli kormány Trump elnök Kim Jong-unnak tett múlt heti ígéretére hivatkozva. Dél-Korea a gesztusra hasonló békülékeny válaszlépéseket vár Pjongjangtól. A későbbi közös hadgyakorlatok felfüggesztéséről még nem született döntés. Kétnapos látogatásra Kínába érkezett Kim Jong-un, erről számolt be a kínai állami televízió. A hatalomra kerülését követő években egyetlen külföldi útra sem vállalkozó észak-koreai diktátornak, idén ez már a sokadik külföldi látogatása, Kínát is már harmadik alkalommal keresi fel március óta. Hivatalosan semmit nem lehet tudni a mostani látogatás céljáról, kiszivárgott lapértesülések szerint azonban Kim Jong-un a kétoldalú együttműködésről tárgyal a kínai elnökkel, a Donald Trump-al tartott múlt heti szingapúri csúcstalálkozója fényében. Mindeközben Washington és Peking között komoly kereskedelmi háború látszik kibontakozni. Donald Trump a héten újabb 200 milliárd dollár értékű védővámmal fenyegette meg Kínát. Az amerikai elnök megtorlásként vezetné be az újabb büntető tarifákat, amennyiben Peking nem vonja vissza a múlt héten bejelentett mintegy 50 milliárd dollár értékű vámot, amelyel az amerikai termékeket sújtják. Helyi idő szerint hétfő este Donald Trump újabb vámok kivetését helyezte kilátásba kínai árukra. Az amerikai elnök azt mondja, Kína mindent megtesz azért, hogy fenntartsa az Egyesült Államok állandó és tisztességtelenül hátrányos helyzetét kettejük kapcsolatában, amit az amerikai kereskedelmi deficit közel 400 milliárd dolláros mínusza is jelez. Kína a múlt héten közölte, 50 milliárd dollár értékben növeli az amerikai árukra kivetett védővámok mértékét. Az intézkedés elsősorban a marhahúsra, szárnyasokra, dohányárura és gépkocsikra vonatkozik. Peking a lépést akkor az Egyesült Államok által korábban kivetett védővámokkal indokolta. A két ország között jelenleg zajló adok-kapok folyamatát egészen március közepéig vissza lehet követni. Ekkor intézkedett Donald Trump arról, hogy az Egyesült Államok 25%-os vámot vett ki a kínai acél, valamint 15%-osat az alumínium termékekre, melyet később újabb hasonló bejelentések követtek. Amerikai elemzők azt mondják, Trump nyomásgyakorlásként alkalmazza a védővámok intézményét. Célja nem feltétlenül az, hogy komoly bevételre tegyen szert, inkább az, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse az ország kereskedelmi partnereit, és ezzel végső soron rábírja őket piacaik nagyobb mértékű megnyitására az amerikai termékek előtt. Más közgazdászok ugyanakkor megkérdőjelezik ennek a stratégiának a sikerességét. A hételei üzengetést Washington és Peking között több elemző is úgy értékelte, hogy ismét elérhető közelségbe került a korábban is már meglebegtetett kereskedelmi háború, amelyet az egész világgazdaság megérezhet. Úgy tűnik ugyanis, hogy Trump hétfői bejelentése nem kényszerítette meghátrálásra Pekinget, sőt közölték, Kína kész újabb büntető tarifák alkalmazására. A piacok kedden idegesen reagáltak a fejleményekre, az amerikai és ázsiai határidős részvénypiacok árfolyama is esésnek indult, miközben a jóval kevésbé kockázatos befektetési lehetőségek, például az arany és az állampapírok árfolyama emelkedni kezdett. Az ENSZ legújabb adatai szerint rekordszámú, mintegy 68,5 millió menekült van már a Földön. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának adatai szerint csak tavaly 3 millióval növekedett a hazájuk elhagyására kényszerülők száma. Közben vasárnap egy hét után kikötött az Aquarius mentőhajó Spanyolországban, ahol az alig egy hete beiktatott Pedro Sánchez miniszterelnök döntött a migránsok befogadása mellett. A politikus később kijelentette, közös menekült politikára van szükség az EU-ban. Ezzel csatlakozott Angela Merkel német kancellárhoz, aki szintén egy közös menekült politika kidolgozását szorgalmazza, ami kormányát is válságba sodorta. Kiáll az amerikai belbiztonsági miniszter amellett a megosztó intézkedés mellett, hogy a mexikói határa érkező illegális bevándorlóktól elválasztják a gyerekeiket. Szerinte azok, akik veszélyes körülmények között illegálisan lépik át a határt, a saját gyerekeiket teszik ki veszélynek. Sátrakban szállásolták el Texasban az illegális bevándorlóktól elválasztott gyermekeket. Egy gyermekjogvédő szerint az intézkedés elhamarkodott volt. A kormány szerint a szülők egy forró dróton érdeklődhetnek a gyermekükről, de ott vagy nem fogadják a hívást, vagy csak angol nyelven, mondta a jogvédő.
Mint mondta, olyan esetről is tudnak, hogy a szülőket kitoloncolták, míg gyermekük az országban maradt. Hétfőn demokrata törvényhozók látogattak meg egy kaliforniai befogadó állomást. Az elnök szerint ez nem az ő hibája, de az. Egy pillanat alatt visszavonhatná a döntést, mondta a képviselőház demokrata frakció vezetője. A belbiztonsági miniszter szerint ők csak meglevő törvényeket tartanak be. Azoktól, akik legálisan folyamodnak menedékért, nem választják el gyermeküket, csak azoktól, akiknél nem állapítható meg biztosan családi kötelék, és őket is jó körülmények között tartják. Az illegális bevándorlók és gyermekeik elválasztását ugyanakkor több republikánus is bírálta. Nagy erőkkel keresik Indonéziában annak a kompnak az utasait, amely hétfőn süllyedt el az észak-szumátriai Toba-tavon. Mintegy 18 embert már sikerült kimenteni, az áldozatok száma viszont bizonytalan, mivel azt sem tudni, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten. Aggódva várták az elsüllyedt indonéziai komp utasainak hozzátartozói, hogy a helyszínre küldött mentőhajó kikkel tér vissza. A fából készült komp az észak-szumátrai Toba-tavon hajózott, amikor hétfő este elsüllyedt. A balesetet az erős szél által gerjesztett nagy hullámok okozhatták. A viharos időjárás és a rossz látási viszonyok miatt hétfő este fel is kellett függeszteni a mentést, amit csak kedd reggel kezdtek újra, mintegy 350 fő részvételével. Bár a komp csak 60 embert szállíthatott volna, az utasok száma a katasztrófavédelem szerint elérhette akár a 130-at is. Az első hírek még arról szóltak, hogy 80-an voltak a fedélzeten, illetve több tucatnyi motorkerékpár. A Toba-tó Indonézia legnagyobb tava, egyben a világ legnagyobb vulkanikus tava, ami népszerű turista célpont. Egy szunnyadó vulkán kráterében alakult ki, egy közepére benyúló félszigettel. A több mint 17 000 szigetből álló Indonézia vizein gyakoriak a komp balesetek, főleg a Ramadán bőti hónapot lezáró áldozati ünnep idején, amikor milliók látogatnak haza. Múlt héten Celebes szigetének partjainál süllyedt el egy hajó, amin 43 ember utazott. 13-an életüket vesztették. Dél-Szumátra partjainál pedig egy motorcsónak süllyedt el 30 emberrel, akik közül legalább ketten meghaltak. Aktív kampányolással tölti utolsó miniszterelnöki napjait a Török Köztársaság utolsó kormányfője. Binali Yildirim a vasárnapi parlamenti választásra készül, amely után megszűnik eddigi pozíciója. A végrehajtói jogkörök az elnök kezébe kerülnek, akinek így az eddiginél is nagyobb hatalma lesz. Meggyűlt a baja egy fagylaltal a török miniszterelnöknek egy kampányrendezvényen. Az elmúlt időszakban Binali Yildirim pitát sütött, lovagolt és próbálta meggyőzni a választókat, hogy pártjára szavazzanak. A legfontosabb feladatom az alkotmány átalakítása volt. Ígéretet tettem az elnöki rendszer bevezetésére, és mivel teljesítettem, nyugodt vagyok, mondta a kormányfő. A 62 éves politikus egyike a kormánypárt alapítójának, egyben Erdoğan elnök hű szövetségese. Két éve lett miniszterelnök, hivatali elődje Ahmet Davutoğlu lemondása után. Előtte 11 éven át közlekedési miniszter volt. A rangok, titulusok csak bizonyos ideig fontosak, utána hétköznapi emberek leszünk. Az élet pedig megy tovább, és csak azt hozza, ami a sorsunkban meg van írva. A törökök tavaly népszavazáson fogadtak el egy sor alkotmánymódosítást, köztük az elnöki rendszer bevezetését. A referendum eredményét a tapasztalt szabálytalanságok miatt az ellenzék és független megfigyelők is kétségbe vonták. A megválasztott elnök megalakítja kormányát, amint megkapja rá a felhatalmazást. Erős parlament jön majd létre. A leköszönő kormányfő Izmir városának képviselője öltjeként indul a választáson. A törvényhozók száma 550-ről 600-ra nő, de a parlament jogköre jelképessé válik. Újabb eredmény előrejelző állatot avattak Oroszországban a futball VB kapcsán. Ezúttal a Krasznojarszki állatkert fehér tigrisének tulajdonítanak jövőbelátó képességet. A bengáli nagymacska a két csapat zászlójával díszített dobozok közül választja ki az adott meccs győztesét. A mozgalom futballvilágbajnokság másik ismert eredmény előrejelzője Achilles, a Szentpétervári Múzeumban élő süket macska. Az állatjósok sora egyébként még a 2010-es foci VB-n kezdődött, ahol Paul a polip töltötte be ezt a szerepet. És ezek voltak a világhíradó hírei mára. Köszönöm figyelmüket, szép estét, jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!